A Gödöllői Királyi Kastély is csatlakozott Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából létrehozott országos klubhálózathoz. Az emlékév egyik kiemelt tevékenysége a reformkori szellemiséget tükröző Petőfi Klubok Kárpát-medencei hálózatának kialakítása, amelynek elindulását professzor dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere jelentette be március 11-én. A Gödöllői Királyi Kastély Petőfi bicentenáriumra tervezett programjait március 12-én sajtótájékoztató keretében ismertették a kastély kávézójában. Az ünnepélyes eseményen Szilasi Alex, Liszt Ferenc díjas zongoraművész, a Gödöllői Királyi Kastély művészeti igazgatója, valamint Sipos Imre színművész adták elő Liszt Ferenc és Jókai Mór ritkán színpadra vitt a Holdköltő szerelme című melodrámáját. A Petőfi Sándor halálának emlékére íródott mű a költő özvegyének Szendrei Júliának vívódásait ábrázolja. Hadd zengek dalt a fiamhoz. Nem tudja, mi az még, dajkodom. Majd, hogyha megérti, szívébe bevésse, annyival édesebb ajkad. Anya. Elmond neki, apja ki volt, hova lett. Még boldogul élt, amíg élt. De nő, összegyen tál, mire hull a levél. A Nemzeti Művelődési Intézet 2022-ben 100, jövőre pedig már 200 településen indítja el a Petőfi Klubok hálózatát. Fontos, hogy emlékezzünk Petőfi Sándor életművére, hangsúlyozta Vécsei László, a térség országgyűlési képviselője. 2020-ban a Magyar Országgyűlés emlékévé nyilvánította a 2022-23-at, Petőfi Sándor születésének bicentenáriumát. Ez azért fontos, mert nagyon jó alkalom arra, hogy a költő életműve munkássága kapcsán visszahozzuk a közbeszédbe a reformkor, tehát a 19. század elejének nagyszerű teljesítményét, visszahozzuk a költő életművét, és a mi térségünk számára azért fontos, mert mind Gödöllőhöz, mind Aszóthoz személyesen is kötődik, hiszen élt itt hosszabb, rövidebb ideig a költő. Az ő vándorlásai, az, hogy gyakorlatilag az egész Kárpát-medencét, a magyar lakta területeket bejárta, pedig alkalmassá teszi az életművét arra, hogy szem előtt tartsuk a határokon átívelő nemzet egységét, az, hogy a Kárpát-medencében mindig éltünk és élünk most is a történelmi viharok ellenére. Bár a Gödöllői Királyi Kastély leghíresebb lakója Erzsébet királyné Sziszi volt, a kastély vezetősége fontos feladatának tekinti a magyar hagyományok és kulturális értékek terjesztését minél szélesebb körben. Azt szoktuk mondani, hogy a kastély picivel több azért Erzsébet királyné lakóhelyénél. Az elmúlt 300 évnek nincs olyan magyar történelmi alakja, aki ne járt volna itt, akire a helyiek ne lettek volna hatással. Így van ez Petőfi Sándorral. Ugye tudjuk, hogy ő kétszer járt hosszabb időn, kétszer töltött Gödöllőn, rögtön az első 1843-as hosszabb gödöllői tartózkodása idején meglátogatta a kastélyt és bejegyzett a kastély akkori vendégkönyvébe. Mednyánszky Berta történetét talán mindenki ismeri, mindenki emlékszik a történelem és a magyar irodalom órákról, hogy ő bizony gödöllői volt, a kastély a szemközti most testőrlaktanyának nevezett épületben lakott, és ugye, mint tudjuk, Petőfi egyik nagy szerelme volt ő. Szóval számos ponton kötődik a reformkorhoz és magához Petőfi Sándor személyéhez a Gödöllői Kastély, és mi szeretnénk, hogy azt is megmutassuk, hogy Erzsébeten túl mi is ez a helyszín, mennyire kötődünk a magyar történelem és személyekhez. Ezért örültünk, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet Petőfi klubjainak sorába választotta a Gödöllői Kastélyt, és hetente egy ingyenes programmal a magyar kultúrát, a magyar művészetet és annak gödöllői kötődéseit mutathatjuk be a nagy közönségnek. Minden szombaton fogunk tartani programokat a következő időszakban, egészen évvégéig biztosan. Ezek a programok pedig egytől egyig ingyenesek. Mindenki megtalálja majd a saját ízlésvilágának megfelelő programot. Lesznek filmvetítések, táncelőadások, koncertek, akár még könnyebb zenei műfajokat is bemutatunk itt a kastélyban. Érdemes tehát ellátogatni hozzánk, hiszen nagyon színes programokat, és hangsúlyozom, ingyenesen lehet majd élvezni itt a Gödöllői Királyi Kastélyban.
A Gödöllői Királyi Kastély Petőfi Klub bokhálózatához való csatlakozásának alkalmából Vécsei László ajándék könyvcsomagot nyújtott át a kastély igazgatójának. Ezeket központilag küldi a minisztérium, tehát minden Petőfi Klub alapításához ugyanezt a csomagot küldik el. Minden Petőfi Klubnak a magja, az alapja egy ilyen könyves poszt lesz, ahol ez a kezdőcsomag jelenik meg, és természetesen minden egyes Petőfi Klubban a klubok vezetői vagy a klubhoz csatlakozó közönség hozhatja be, bővítheti majd ezt a könyvtárat, töltheti fel a polcot. Nagy valószínűséggel olyan kötetekkel, olyan bűvekkel, olyan tartalmakkal, amik a költő születéséhez, az évfordulóhoz, a reformkorhoz, szabadságharchoz kapcsolódnak. Dr. Újvári Tamás a Petőfi emlékévhez kapcsolódó programok mellett felhívta a figyelmet a Gödöllői Királyi Kastély színes, tematikus eseményeire, családi, zenei és színházi programjaira, illetve egy különleges ajánlatra is. Lesznek a hagyományos családi naptípusú programjaink, ezek ugye fesztiválok, a legelső a húsvéti időszakban, a húsvét a kastélyban, illetve az Ibolya nap, de eljutunk egészen évvégéig az adventi kastély napokig, tehát a megszokott programokat, családi rendezvényeket megtartjuk idén is. Koncerteket is szervezünk, ezek között lesznek könnyedebb műfajok is, jön hozzánk megint Dolhai Attila, Jan Zakata, lesznek musical estek, megtartjuk a Liszt Fesztivált, ami tavaly hatalmas nagyszabású volt, ugye évfordulós fesztivál volt, és ezt a színvonalat nem szeretnénk elengedni, tehát valóban világsztárok érkeznek majd ősszel Liszt Fesztivál programjaira is. Lesznek sétáló koncertek a kastély parkjában, illetve a múzeumban ingyenes előadásokat lehet majd meghallgatni, ezek mind kötődnek a helyhez, vagy ahhoz a szellemiséghez, amit mi közvetítünk. Barokk Színháznak pedig önálló évadot hoztunk létre. A saját darabjaink mellett Sziszi darab, vagy a Látnivágyók, mely a Grassalkovics időszakról szól, meghívott előadásokat is lehet élvezni, mégpedig akcióval, ha valaki két különböző előadásra vásárol hozzánk egyet a Barokk Színházunkba, akkor a harmadik előadást azt kiválaszthatja ingyenesen, és ingyen jöhet a harmadik előadásra. Érdemes csemegézni a programjainkról, a következő hetekben Gödöllőn és Gödöllő környékén minden postoládába eljuttatjuk ezeket. A Petőfi emlékévhez kapcsolódó, illetve a kastély hagyományosan színes programjairól és a pontos dátumokról a Gödöllői Királyi Kastély programfüzetéből, illetve honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.